Tisztelettel köszöntöm a stúdióban Macali Ernő biológust. Jó napot kívánok! Kezdjük csókolom, nagyon szépen köszönöm a meghívást. Én is szeretettel köszönöm a tisztelt televíziós nézőket. Mondjuk el azt is, hogy az imént látott riport néhány évvel ezelőtt készült, jó néhány évvel ezelőtt, és éppen bőjt időszakában, amint az kiderült. Igen. Macalik úr, csodaszereke a gyógynövények? Nem. Nem. Ilyenkor azt szoktam mondani, hogy egyetlen egy csoda van, maga a lét. A többi az legfeljebb csodálatos, ennyit mondhatunk. Na most miért mondanánk azt, hogy csodálatosak a gyógynövények, mondjuk szembe a élelmiszer növényeinkkel. Az élelmiszer növényeket mindenki fogyassza, a gyógynövényeket esetleg csak azok, akik rászorulnak. Na most, hogy a gyógynövényektől esetleg helyreáll az egészségügyi állapotunk, hát csodálatos dolog, de hogy minden nap a táplálkozásunk révén életben maradunk, hát legalább olyan csodálatos az is. Tehát én nem szeretem, amikor bár szerelmese vagyok a gyógynövényeknek, de azért szeretem, amikor a dolgokat a maguk helyére tesszük. És hogy az egészségünkről beszélünk, a gyógynövények valóban a kezelésben, a gyógyulásban segítenek bennünket a leginkább, vagy abban, hogy megőrizzük az egészségünket, esetleg megelőzzük a bajt? El is tetszett mondani mind a három mondjuk szerepét a gyógynövényeknek, tehát létezik a megelőzéses kétségtelen. Ez egy nagyon fontos dolog lenne, és hogyha nem rohannánk mindig úgy, mint ahogy rohanunk, és többet figyelnénk az egészségünkre, akkor a megelőzéssel kezdenénk. Na most, hogyha már bekövetkezett az állapot megromlása, megbetegedtünk, a betegséget lehet kezelni gyógynövényes készítményekkel, már a mit, és már a mivel. Ez már a szaktudomány területe. És hát itt azt hiszem hozzá kell tegyük azt is, hogy nem mindenhatóak a gyógynövények, sajnos, bár azok lennének, de nem mindenre lehet gyógynövényes kezelést sikerrel alkalmazni, hogy aztán ezt megpróbálják, ez egy más kérdés, de azért, ha valami tudományosan nem tudunk alátámasztani, akkor azért mégiscsak az a kuruzslás szintjén van szerintem. A népi gyógyászat hagyománya hogyan helyezkedik el a mai tudományos világban? Nagyon jó helye van. Hát az etnobotanika, és most ne gondoljunk az etnobotanikai készítményekre, mert ez egy olyan szerencsétlen elnevezés azoknak a Kínából eredő többé-kevésbé kábítószereknek, hogy az botrány. Az etnobotanika egy tudomány, ami azzal foglalkozik, hogy a nép hogyan nevezi el a növényeket, milyen szinonimákat használ, mire használja, mint étkezési növényt, mint eszközkészítőt, mint fából, stb. Ez egy gyönyörű szép tudomány. De most ennek keretén belül ott van a gyógynövények kérdése. Ez egy nagy fejezete az etnobotanikának. De most az etnobotanika kutatásaiból származó adatok nagyon sok esetben szolgáltattak adatot a tudományos, tehát farmakognóziának, tehát a gyógynövény ismeretnek. Még személyes példát is tudnék mondani, de azt hiszem ez meghaladja az idők. És akkor ezek szerint elmondhatja, hát mindig ezek adják a savaborsát a beszélgetéseknek. Hát rengeteg minden onnan került ki, hogy hát mai napig is például az UNESCO programjában vannak ilyen expedíciók, hogy elmennek a kevésbé ismert tájegységeire a világnak, főleg az esőerdőkbe, és az ott élő embereket figyelik, hogy mivel gyógyítják magukat. És ebből nagyon sok esetben gyógyszer lesz. Tehát ez egy nagyon komoly forrás, szinte kimeríthetetlen forrás a népismeret. Ön ugye a székelységben él, és ott keresi, kutatja, fölhasználja a gyógynövényeket, fűszernövényeket. Volt-e olyasmi, amit ön fedezett fel? Vagy egy-egy növénynek a hatását? Na hát ez hivalkodás lenne. Hát felfedezni nem, de hogyha visszatérünk az előzőre, gyímesbe gyűjtöttünk egy olyan adatot, hogy a Sánta Tamás lapi az kiváló sebgyógyító. Hát rögtön én megnéztem, hogy mi lehet az a Sánta Tamás lapi, hát az a Micellis Muralis nevezettű növény. Első dolgom az volt, hogy utána nézek az irodalomba, sehol nem találtam semmi utalást rá. De most olyan szerencsés helyzetben voltam, hogy az egykori egyetemi tanárommal, dr. Kis Zoltánnal végeztünk kísérleteket égési sebek kezelésében. És több növényt próbáltunk ki. És a Sánta Tamás lapi nem volt sokkal jobb, mint a többi, de elérte azt a szintet, amit azért használok most is égési sebek kezelésében. Tehát íme egy példa arra, hogy... De ez nem az én felfedezésem, hát véletlen folytán ugyebár hát bejött.
Tudjuk, hogy ön gyűjti is a gyógynövényeket, de termeszt is belőlük jó néhányat. És akkor ilyen megkülönböztetésben mit mondhatunk a vadon termő gyógynövényekről, illetve azokról, amelyeket az ember saját kertjében megtermeszti? Hát itt ketté kell választani mondjuk a nagybani termesztés és a mondjuk a kiskertünkbe való növények termesztését. Én mindenkinek csak azt tudom javasolni, hogy ha van kiskertje, a zöldségeken, virágokon kívül ne hiányozzon onnan legalább 10 gyógynövényfaj, legalább. Azok között legyen fűszernövény, vagy olyan, amiből úgymond étkezési teát készíthetünk. Például a mentát, a menta, tehát a borsmenta, vagy a fodormenta, ugyebár itt számításba jön, de hát a szurokfű termeszthető, a citronfű, aminek most igen nagy divatja van, az ideges világunkban ez még azért is jó, mert nyugi-nyugi. És ez az egyik dolog. Na most a termesztés azért, nagybani termesztés azért indokolt, mert hát egyre jobban kiszorulunk sajnos a spontán természetből. A táj átalakítása folytán. Meg aztán amióta magánkézbe kerültek a területek, nem mindenki örvend, hogy összetapossa a kaszálóját egy ilyen gyógynövény burjángyűjtő ember, ugye? Ez is indokolja. Na meg a termesztés esetében lehet foglalkozni egy kicsit a nemesítéssel, jobban oda lehet figyelni, hogy mikor van abban a vegetációs periódusban a növény, amikor a legjobban, a legtöbb benne a hatóanyag, és akkor kell gyűjteni. A spontán forrába kimegyek, aztán magasabb hegyekben még nem ért be, lejjebb már beért, hát akkor nincs időm megint menni, és akkor leszedek olyan növényeket, vagy olyan stádiumban, amikor nem éppen a legjobb. Tehát sokkal ellenőrizhetőbb az a gyógynövény készítmény, ami a termesztésből származik. Nem beszélve arról, hogy valamennyire tájékozottak kell, hogy legyünk ugye a gyógynövények tekintetében, ha már kimegyünk gyűjteni valamit. A laikusok hol tájékozódhatnak-e felől, vagy honnan kaphatnak információt, hogy mit, mikor kell gyűjteni, mire kell odafigyelni? Hát az a tanácsom, hogy komolyan neki kell fogni. De nem csak úgy, hogy na ez az a masz, hanem vagy társulunk valakivel, aki a növényrendszertant ismeri, vagy legalábbis, hát legalább azt mondom, hogy 60 gyógynövényt faj felismer, de nem is olyan sok, mert több van, vagy 200 nálunk, ugye az országban nyilvántartott gyógynövényfaj, de ott van a szakirodalom is. De én elsősorban a könyvekre gondolok, és nem annyira az internet anyagokra, mert ott bizony sokszor olyan dolgok is megjelennek, hogy az ember tépi a haját. Visszatérünk még erre a kérdésre is, de az imént, amikor azt mondta, hogy az ember kiszorul a természetből, ott van egy másik jelenség is, az egyre hatalmasabb méreteket öltő erdőirtások. Ezek hogyan hatnak a gyógynövényekre? Vannak-e kipusztuló félben levő fajaink, vagy milyen, hogyan hat ez a gyógynövények fejlődésére? Hát ha mondjuk egy érett erdőre gondolok, legyen az lomblevelű, vagy még inkább fenyő. A fenyőbe szinte, hogy nincs aljnövényzet, szóval nagyon kevés faj él, és gyógynövény hát szóval egy-egy szál esetleg előfordul, tehát annak gazdasági jelentőségen is. A lomblevelű erdőkben, az érettekben még ott sincs olyan sok gyógynövény. A gyógynövények inkább a nyílt terepeket szeretik, a megbolygatott terepeket, az elhagyott szántóföldeket, parlagokat, azokat a helyeket kedvelik inkább. Na most, hogyha az erdő kipusztul, a növényzet, az aljnövényzet merőben megváltozik. Teljesen új növényszőnyeg alakul ki, és ebben rengeteg a gyógynövény. Tehát, hogyha én azt mondanám, hogy én, mint gyógynövénygyűjtő, kellene örvendjek az erdő kivágásnak, de hát ezt, hogyha én elmondom, akkor remélem, hogy most jönnének egy felszívvel, és lefejeznének, mert megérdemelném. Nem fogják megtenni. De megérdemelném. Tehát, hogy a gyógynövények szempontjából végül is ez egy ilyen értelemben hasznos jelenség. Igen, de csak ilyen értelemben. És akkor visszatérve az információgyűjtésre, honnan tudjuk, hogy megbízható az a forrás, ahonnan az információkat szedjük, vagy ahonnan például a gyógynövényeket vásároljuk, mert azért eléggé közkedvelté vált manapság, hogy visszatérjünk a természetes gyógymódokra. Igen, ez egy nagyon szerencsés dolog, hogyha helyes ez a visszatérés. Na most az információt honnan, tehát szakkönyvből, amelyiknek szerzője van. Mert már vannak olyan könyvek is, amelyek nincs szerzője. Tehát ne azt vegyük. Van ilyen, a mi nyelvünkön is van, román nyelven is van elég sok szakkönyv, itt nálunk is jelennek, meg Magyarországon is vannak egész komoly szakkönyvek, szakfolyóiratok is vannak, és hogy
ami a termékek beszerzését illeti, hogy honnan szerezzük az információt, tetszik látni, ez egy nagyon kemény kérdés. Nagyon kemény kérdés, mert tudod dolog, hogy rengeteg bovli termék van minden téren, hát itt miért ne lenne? Ugye ezeket az úgynevezett, tehát nem gyógyszernek minősülő termékeket, ezeket nyomatják, és a legkülönbözőbb ostobdámnál, vagy hát túlzottnál túlzottabb ajánlásokkal ne dobnák piacra. Na most a tényleg a tudatlan ember vagy a naív, aki elhiszi, hogy a leírt szöveg az szent, az ugye elolvassa a prospektus, azt mondja, nézd meg te, hát ez 42 bajra alkalmas. Tudok, most nem nevezem nevében, mert nem akarok antireklámot tenni egy készítmény érdekében, de van olyan, hogy 42 ajánlás van, és abban van olyan is, hogy pro és kontra, szóval ez már azért kabari. És ez egy növényi keverék, vagy egy kapszulába sűrített? Ez történetesen egy folyadék. Egy folyadék. Igen, de a kapszulákban is előfordul pont ilyen ajánlások sora, hogy de ezek mindig feltételes módban vannak. Ez egy nagyon rafinált dolog. Befolyásolhatja, növelheti, csökkentheti például a vérnyomást, csökkentheti a vérnyomást, elmulaszthatja a fejfájást. Na most én beszedtem, és nem mulasztott el, hát feltételes módban volt elég, tehát nem felel ezért senki. Szóval ez megint egy olyan érdekes, a korunkra jellemző kiskapu, amikor kibolyunk, ugye, a pénz érdekében. Ez egy dolog, amire nagyon oda kell figyelni. Nagyon kell figyelni. Külföldi konkurenciánk van-e gyógynövények piacában? Hát ez én nem nagyon értek, de arra emlékszem, hogy valamikor gyerekkoromban Románia fantasztikus sok gyógynövényt exportált, és mi is pionérok, mi is gyűjtöttük közben, ugye a legkülönbözőbb növényeket beadtuk az iskolába, na aztán a csapat nyert esetleg egy futballlabdát, ez óriási sikerélmény volt, de roppant jó minőségű gyógynövényeket gyűjtött össze a Pláfár nagy tröszt, és abból rengeteg ment exportra. Na most ez úgy tudom, hogy lecsökkent nagyon nagy mértékben, inkább behozatal élünk, mint hogy nagyon sok más termékből is, és hát nem tudom, elszabad mondjam ezt a vicces dolgot, de sok helyről jön sok minden gyógynövénykészítmény, de azt szokták mondani, hogy ami nem Kínából van, az hamisítvány. Hát nagyon jó. Szóval bízzunk az itthoni termékeinkben is. Feltétlen, szóval ezeket. Itt ez a Kárpát-medence olyan hihetetlenül gazdag, szóval az egész élővilága nagyon gazdag, és roppant színes, roppant változatos. És tegyük azt is hozzá, hogy a mi környezetünk még hál' Istennek roppantul tiszta, és most különösen, hogy összeomlott minden nagyipar, ugye, hát ahol is én élek, hát ott egy méreg molekula nincs a levegőben, ugye. Hát az a persze, hogy az a legjobb. És a talaj sem fertőzött, mert most már a műtrágyákat sem alkalmazzák annyira anyagi okok miatt, de akkor sem úgy, mint nyugaton, hogy most már az a szegény növény is olyan, mint a szobacica, ugye az állatvilágra hivatkozva. Egyébként egy fűszerkeverék is elhíresült és közkedvelté vált, egy olyan, amely az ön nevét viseli. Melyek azok a fűszernövények, amelyeket használták nagyanyáink, dédnagyanyáink, és esetleg kikopott a mai használatból, de ön ajánlaná, hogy figyelembe vegyük. Ja Isten, hát akkor vagy 30-at kellene felsoroljak, amit ajánlanék, de amelyek mondjuk nálunk a kiskertekben őshonosak voltak. Hát én inkább most a székelységre tudok utalni, mert ott élek. Hát természetesen ugye a petrezselyem zöld, az fűszer ugye, a cellerlevél az fűszer, a leostyán, amely a három közül az első helyet foglalja, roppant kellemes íztat leveseknek, más ételeknek, a csombor és a kapor ugye nem hiányozhat a káposztás ételekből, főleg a savanyú káposzta eltevésekor, ugye ezt a két fűszernövényt, ha nem tettük bele, akkor az nem savanyú káposzta. De a véres hurkát, ahogy mondják, sem lehet, mondjuk, hát el lehet készíteni csombor nélkül, de az nem nagyon élvezetes. Na, a fokhagymáról ne feledkezzünk, meg az gyógynövény is, és fűszernövény is. Büdös, hát persze, ezt kell fogyasztani, de nem kapszulában, az nem büdös, de annak hatása nincs. Nagyon sok kérdésünk lenne még önhöz, és az időnk az fogytán van. Mondjuk el a nézőknek, hogy ma délután 6 órától a Györkösmányi Albert Emlékházban tart előadást, Gyógynövények jelen időben címszó alatt, csak éppen egy mondatban, hogy miről fog beszélni az összegyűlteknek. Egy rövid történeti áttekintés, és tisztába tenni a kérdéseket, hogy gyógyszer vagy gyógynövény, és hogy hol van a gyógynövények helye a terápiák rendszerében. Ez lesz a gerince mondjuk az előadásnak. Na hát nagy érdeklődéssel várjuk, Macalik úr. Köszönjük szépen, hogy eljött hozzánk ma délután. Én is nagyon szépen köszönöm.